Minden év végén, amikor megveszem az új naptárt, februárra beírom magamnak Honti születésnap. Előjegyzés Virág Hannának. Ha csak el nem felejtem, már nem tudom mióta, minden évben 200 szegfűvel gratulálok. A Deres utcai villában ezen a napon ott sorakoznak a nagy kosarak, a színes masnikkal díszített gyönyörű aranzsmánok, és közöttük celofánba burkolva szerénykedik az én két ványat szegfűm. Hannuska csak ránéz, és már tudja, hogy én küldtem. Eleinte talán fitymálta is, hát ez a Kellér Dezső nem nagyon erőltette meg magát. Aztán, ahogy megszokta, beletörődött, és ma már örül is neki, hiszen jól esik a hűséges barát jelentkezése. Miért küldök mindig csak két szállat? Mert hogyha meg akarnám köszönni azt a sok sikert, amelyet nekem szerzett, ahhoz a virágért egész készlete is kevés lenne, szimbólumnak pedig a két szál is megteszi. Szeretném még sokáig küldözgetni a szegfüket, ragaszkodó szeretettel, és annak tudatában, hogy Honti csak egy van. Hogy is mondtam, köszöntömben a 80. születésnapon? Mi kis ország vagyunk, másra vagyunk büszkék, mint a nagy hatalmak. Nekünk nincs műbolygónk, de van egy igazi csillagunk, Honti Hanna.